Köszöntöm a kedves nézőinket, én Kovács Hegedű Noémi vagyok, és ez itt a Végzős Televíziós Műsorkészítő és Hallgatók műsora a Neked. Mai témánk a siker. Az év első adásában Eszterházi hallgatótársainkkal beszélgetünk az elért eredményeikről és a belefektetett energiákról. Elsőként Báder Elemér és Elekes Pál hallgatókat köszöntjük. Tekintsük meg a bemutatkozó filmeket. Negyedéves oszlatlan német nyelv és kultúraének zenetanárszakos hallgató, az életében a családja után a zene tölti be a legfontosabb szerepet. Több generációs zenés család sarja, így mindennapjait a muzsika szeretete és a zenélés iránti vágy tölti ki. 14 éves korában ismerkedett meg a zongorával, azonban komolyabban az egyetemen kezdett zenét tanulni. Tagja az Agria Music Factory és a Sniderú Quartet zenekaroknak is. Tavaly szeptember óta az Eiri Gárdonyi Géza Színház zenekarában is állandó tag. Ez nálam nem egy ilyen gyors folyamat, így belemerülök, szól a kis chill zene. Két éve ő sem és családja sem gondolta volna, hogy 2020-ban már a harmadik diplomáján dolgozik. Az egyetem teljesen átformálta, elmondása szerint emberileg is rengeteget fejlődött. Elekes Pál a tervezőgrafika mesterképzését végző hallgatónk számos projektben vesz részt jelenleg. Társasjátékot tervez, kávéfanatikusként szeretne saját társasjátékos kávézót, és nagy álma, hogy kortárs galériát nyithasson Egerben. Másik szenvedélye a tanítás, miután elvégezte tanulmányait, szívesen maradna tanárként is itt az egyetemen. Fiúk, ha arra gondoltok, hogy sikeresség, akkor mi jut róla eszetekbe? A válasz szerintem eléggé komplex és összetett. Ilyen szavak eszembe jutnak rögtön, mint pénz, önmegvalósítás, célok elérése. De szerintem a legfontosabb szó, ha így nevezhetem, az összhang. És itt az alatt azért azt értem, hogy összhangban legyen az a dolog, amiben sikeres az ember, és a magánélete. Mert ha ez a kettő nincs összhangban, akkor nem igazán sikeres az ember szerintem. Az ember sikeres, akkor egyaránt a magánéletében is sikeresnek kell lennie? Igen, vagy különben felborul szerintem az embernek így a helyes életmódja, és ezáltal szerintem csorbát fog szenvedni a siker, bármennyire is sikeres az ember. Pali, neked mi a véleményed erről? Nekem a sikerről így egyből a siker élmény jut eszembe, tehát hogy amikor elérek mondjuk valami olyasmit, amit mondjuk egy ilyen közösség küzdött, és mondjuk én voltam bele mondjuk a legkiemelkedőbb, akkor ott van benne a sikerélmény. De például, hogyha egy vizsgát letudok, az is egyfajta sikerélmény, és így annyira ezt a sikert, ezt így inkább így tudnám megfogalmazni, hogy ez egyfajta olyan dolog, egy olyan élmény, ami egy ilyen katarzist hoz, és akkor ez így eltart egy darabig, tökre motivál utána a többi dologban, így az életemben, és hát ahogy elmondta Elmér is, hogy például a család is elég fontos szerepet játszik, az, hogy egyensúlyba kell lenni mondjuk a szakmai sikernek és a családi sikereknek. Mondjuk én inkább több energiát fektetnék abba, hogy a családi dolgaim sikeresebbek legyenek, mert egyelőre most még csak nagyon a szakmai dolgaimra koncentrálok, és ott hát többé-kevésbé érek el sikereket. Családi szempontból viszont még annyira nem érzem, de alakulóban van. Akkor szakmai szempontból sikeresnek érzed magad? Hát mivel felvettek mesterre, így igen. Így úgy érzem, hogy sikeres vagyok legalábbis a szakmámban. És te? Szerintem én is sikeres vagyok, és annyit visszacsatolnék még ahhoz a dolog, hogy kettőség. A zenészeknek ez nagyon erősen jelen van, ez a kettőség úgymond, hogy megvan a zenész énje, és akkor megvan otthon a családban a szerepe. És hát ez nagyon nehéz ezt a kettőt tényleg egyensúlyba hozni. Következő kérdésem az lenne, hogy van-e példaképetek zenei téren esetleg? Személy szerint egy ember nem tudnék megnevezni. Ugye a zene is egy óriási tág dolog, és hát nekem is minden stílusból lehetnének többen is példaképeim. Tényleg nem tudok egy embert sem úgy konkrétan megnevezni. Szeretem a jazz muzsikát, a klasszikus zenét, a
könnyű zenét, és mindenkiből van egy-két-három képviselő, aki úgy példaképen. Pali, neked gondolom nem zenei térről, de esetleg más szakterületről? Hát példaképnek, hát akire nagyon felnézek így grafikus szemszögből, az a Stefan Szegmeister. Neki eljutottam az egyik kiállításáról még tavaly Bécsbe. Ő viszont egy nagyon zseniális forma, tehát találkoztunk vele is személyesen, pár szót tudtunk vele váltani. Tehát ő így konkrétan olyan, mint a filmvilágban a Steven Spielberg körülbelül, tehát hozzá tudnám hasonlítani. Ő például, hát motivál inkább, tehát ő, nem is mondanám példaképnek, viszont csoporttársaim közül még a BA-ról, onnan is van egy-két olyan ember, például egyik nagyon jó cimborám Törzsök Máté, akivel rengeteg közös projektbe vettünk részt, és mindig a kitartására, meg arra, hogy motivált mindig, hogy abba akartam hagyni valamit, teljesen így kiégtem, és ő mindig mondta, hogy de hát csináljuk már tovább, meg stb. Szóval ő így mondhatom azt, hogy ő is így példakép esetleg. Hallgassunk meg egy női véleményt is. Következő vendégünk Kosztik Diana, aki a 2019-es Eszterházi Csillagának a győztese. A nagy népszerűségnek örvendő Eszterházi Csillagának legutóbbi győztese első éves ordapedagógus hallgató. 4 éve foglalkozik énekléssel és már több énekversenyen is részt vett, ahol pozitív visszajelzéseket kapott és sikereket ért el. Egyik barátnője ajánlotta neki a versenyt, aminek nagy kedvel vágott neki, végül elhozta a fődíjat. Ő nem más, mint Kosztik Diana. Csillag, volt az első megmérettetésed, vagy vettél részt már ilyen zenei versenyen azelőtt is? Nem, az Eszterházi Csillaga volt az első verseny, amin részt vettem, hanem több énekversenyen is részt vettem, és fellépéseim is voltak. Mondanál példákat? Az énektanárom, akihez járok, nagyon sok versenyre elvisz minket, nemzetközi vagy városi versenyekre, amit nagyon is köszönök neki, mert a legelső fellépésemen nagyon is izgultam, és mára már ez csökkent valamennyire, mert azért mégiscsak meg kell szokni ezt a színpadi életet, vagy hogy mondjam, de nagyon szeretem, és neki köszönhetem ezt, hogy már nincs ez a nagy izgulás ekkor. A következő kérdésem mindannyiótokhoz szól. Mikor éreztétek először azt, hogy alkotni szeretnétek? Szerintem egy zenésznek, egy muzsikusnak folyamatosan feljön ez az érzés, ez a vágy. Nekem személy szerint nem olyan régen, egy-két éve. Inkább erősen egy éve erőltetődik az, hogy alkotni és újat alkotni. Igen. Bali, neked? Hú, hát én már kiskoromban is össze-vissza kísérletezgettem különböző dolgok összeragasztásában, meg hát legóztam is egy csomót, szóval így valahogy mindig bennem volt az, hogy csinálni valamit, összerakni valami újat, eleve meglévő dolgokból. Valahogy ez így megvolt bennem, nagyon szerettem otthon barkácsolni is, technikaórákat is nagyon imádtam. De most úgy érzem, hogy a tervezőgrafikában így konkrétan bármit meg tudok csinálni vizuálisan, és így ez egy ilyen tök jó érzést ad. És itt jön elő a katarzis érzése, amit mondtam, hogy például a sikerélmény az így bennem van, amikor létrehozok valami újat. És Dia, te mióta szeretnél énekelni? Úgy gondolom már ez nekem is kiskorom óta bennem van ez a szereplési vágy az ének által, mivel amikor középiskolába mentem, előtte jöttem rá, hogy nagyon is érdekelne ez az éneklés dolog. Barátnőm segített benne, hogy megismerjem az énektanáromat, és hogy megismerjem az Egressy Béni Zeneiskolát, ahova most is járok, ugye, már 4. éve magánénekszakra. Szóval minden jótoknak kiskoratokban kezdődött ez a vágy, hogy alkossatok, hogy elkezdjetek valamit csinálni, hogy az álmaitok valóra váltak? Minden gyereknél,
ahogy Pali is mondta, minden gyereknél szerintem alapvetően megvan ez a vágy. Itt a kulcs az, hogy tudatosan, tényleg azért, hogy az álmait valóra váltsa az ember, vagy hogy a világnak megmutassa, ez szerintem később jön elő. Köszöntjük utolsó vendégünket is, aki a Ninja Warrior Hungary és a Catch döntőse Nerpel Barnabás. Lássuk az ő bemutatkozó filmjét. Nerpel Barnabás 19 éves triatlon szakedző hallgató. Számos sporttal kacérkodott már, de végül a parkőben találta meg magát. Óvodáskora óta szabadidejének nagy részét a sportnak szenteli. Ennek a szorgalomnak köszönheti, hogy szinte utolérhetetlenné vált a Ninja Warrior és a Catch pályán is. Barnabás életfilozófiájának tartja, hogy ha valamiben jobbak vagyunk valakinél, akkor nem legyőzni kell a másikat, hanem igazi csapatként segíteni a fejlődésben. A többiekkel már beszéltünk a sikerről, a te esetedben ez sok izzadságcseppel és edzéssel járt. A kitartásodnak köszönhető. Mi motivált erre, mi adott erőt? Sziasztok, és köszöntöm a kedves nézőket is. Hát azt hiszem, hogy az, ami erőt adott esetleg ahhoz, hogy a sport terén sikereket érjek el, az önmagam volt, mert óvodáskoromtól kezdve foglalkozok mindenféle sporttevékenységgel is. És a kezdetben mindig saját örömömre csináltam, és ebből kialakult egy olyan helyzet, hogy ezt kamatoztatni tudtam a egyéb versenyeken is, és sikeresnek bizonyultam, és ebből előre kapva próbáltam mindig legyőzni magamat. Például a Ninja Warrior-ra való jelentkezésem az egy elég érdekes történet volt, ugyanis a buszon ültem hazafelé menet, és láttam a plakáton, hogy hát jelentkez Ninja Warrior, és észrevettem, hogy pont a közelben van az a hely, ahol lehet jelentkezni, úgyhogy gyorsan le is szálltam a buszról, bementem, jelentkeztem, és pont akkor volt egy ilyen casting rész is, ahol hát sikerült bejutnom a műsorba, és így végül, mikor kinyitottam a szememet, már ott álltam a kamerák előtt. A sikernek lehetnek hátulütői is. Például megélhet a közvetlen közegetekben az irigység. Hogyan kezelitek, ha valaki rivalizál veletek? Dia, nálad például ez felléphet elég gyakran az énekes szakmában. Így van, viszont én még így nem találkoztam vele, hál' Istennek, mert bármelyik énekversenyre vagy fellépésre elmentem, akkor csupa szívemberek fogadtak. Ugyanúgy a közönségben is ezt vettem észre, és esetlegesen a zsűritagokban is. És így volt ez szerintem az Eszterházi Csillagánál is. Amikor kiléptem a színpadra, láttam, hogy a zsűritagok csak biztatnak, támogatnak, és így erőre kaptam, amikor felléptem a színpadra. Elemérte, hogyan kezeled a konkurenciát? Ez szerintem intelligencia kérdése, ahogy Diánál is az énekeseknél így a hangszereseknél is, meg minden zenésznél ez elég előteljesen jelen van. Én úgy szoktam, hogy megnézem, hogy mennyire intelligens az ember, és meg lehet-e beszélni vele a dolgokat. Ha nem, akkor egyszerűen ráhagyom, és felesleges időt nem fecsérlek erre, hogy kezeljük a problémát. Szerintetek milyen adottságok szükségesek ahhoz, hogy valaki sikeres legyen? Pali, neked mi a véleményed? Nem tudom. Nagyon erről nincs véleményem. Szerintem mindenki csinálja azt, amihez ért, meg amiben jól érzi magát, és akkor előbb-utóbb biztos sikeres lesz. Számos olyan fejlődésen, illetve személyiségfejlesztésen, tanulási folyamaton kell átmennie, amíg elmutatja magáról azt, hogy egy sikeres, boldog, önmegvalósított életet élhet. Viszont, hogyha kiemelhetek egy általam nagyon fontosnak tartott dolgot ebből a nagy halmazból, akkor az lenne, hogy vállaljunk teljes felelősséget azért, ami velünk történik, illetve az életünkért. Mert minden, ami, és szerintem ebben egyet is érthetünk, ami körülvesz minket, az mind mi vagyunk. Tehát azt mind magunknak köszönhetjük, és mi alkottuk meg. Tehát, hogyha mi fejben változtatni tudunk, akkor biztos vagyok abban, és ez több helyen is olvasható, hogy akkor a körülöttünk levő világ is változni fog, és ezáltal elindulhatunk a siker rögös útjain. Még nagyon az év elején tartunk, szóval aktuális kérdés következik. Mik a terveitek 2020-ban? Elemér, kezdjük veled. Nekem a legfontosabb tervem és célom, hogy
hogy befejezem az egyetemet is, és lediplomázzak. Én énekzene német tanár szakos hallgató vagyok. Az énekzenével már idén végezni fogok, és hát szeretném a német szakot minél jobban megerősíteni, mert sajnos kevés idő jutott a zene mellett a német tanszékre. Aztán ez a legfőbb tervem. Pali, neked? Hát én szeretném túlélni a fél évet. Legalábbis ez az egyik nagy tervem. A másik meg az, hogy a következő fél évben már neki kell állnia úgy a diplomamunkánknak. Szóval neki kell állni a diplomamunkánknak, és a nyáron szeretnék vele nagyon sokat haladni. Tehát nekem kis ilyen céljaim vannak egyelőre. Ugrott a nyári pihenés. Dia, neked milyen terveid vannak? Nekem is elsősorban a legfontosabb a tanulás és a tanulmányaimnak a sikeres zárása. A másik pedig az, hogy tovább vigyem ezt az éneklési vonalat, amire kaptam is lehetőséget, mivel megint egy zenekarban énekelhetek, aminek nagyon örülök. Már körülbelül 2 évvel ezelőtt már voltam egy zenekarban, annak a felkérésnek is nagyon örültem, csak sajnos feloszlott ez a zenekar, de akkor is nagyon sok tapasztalatot kaptam. Ez az új zenekar nagyon jó lehetőségnek tűnik. Igen. És Barnabás, neked milyen terveid vannak? 2020-ra elég sok tervem van, tehát én így próbáltam betáblázni a dolgokat, és így december 31-ig teljesíteni azokat a dolgokat, amiket én kitűztem. Ezek között van az is például, hogy a fél évet a szakom legkiválóbb tanulójaként végezzem, ezáltal egy ösztöndíjra jogosultságot szerezni, amivel jobban tudom finanszírozni a egyetemi éveimet, illetve tudok félretenni is, majd pozitív pénzügyi tudatosságot kialakítva magamban. Ezek mellett szeretnék egy évben minimum 4 új szokást felvenni, amik esetleg boldogabbá és pozitívabbá tehetik az életemet, mint például a rendszeres olvasás, önfejlesztés, vagy reggeli sport, meg hasonlók, amiket szívesen csinálok. Ezekhez a célokhoz nagyon sok sikert és kitartást kívánok nektek. A nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is, további szép napot!